Lezárult a Pogányi Reptér megvásárlására kiírt pályázat. A nyertes cég a Magnus Aircraft. A vállalattal már csaknem másfél éve folynak a tárgyalások. Az egyeztetések után most egy fontos sarokponthoz érkeztek a felek, mondta Csizi Péter, a terület országgyűlési képviselője. A mai napnak a jelentősége, hogy az előbb említett egyébként magyar tulajdonú cég nem egészen egy órával ezelőtt vételi ajánlatot tett a pécsi városházán. Pécs városa és a Pogányi önkormányzat közös tulajdonában álló telek megvásárlására. A jelenleg kecskeméti székhelyű vállalat egyébként magyar tulajdonban van. A Magnus Aircraft kétüléses kisgépeket gyárt, melyek sportoktatói célból készülnek. Céljuk, hogy a repülőgépek iparágában Magyarországot képviselve újra a piac, illetve a szakma élére kerüljenek. Egy jelentős munkahelyteremtést mellett egy innovatív, fejlesztő, szakmai munkát igénylő tevékenységet fogunk tudni ide telepíteni, idehozni Magyarországra. És ez a terület tudna lenni egy terjeszkedő nemzetközi vállalat központi gyáregysége, központi irányító területe. A cég vezérigazgatója Boros László a tervekről szólva hozzátette, bár Pécsön a most megvásárolandó reptéri telken összeszerelő üzemet hoznának létre, a későbbiekben egy kompozit gyárat is felhúznának. A társaság hosszú távú célja az, hogy 6-9 személyes repülőket építsenek, és elsősorban az amerikai és a kínai piacot céloznák meg.